Mintegy 500 faj, több ezer egyedét tekinthetik meg az érdeklődők a Nyíregyházi Állatparkban. Az állatok száma azonban szinte mindig bővül, érkeznek újszülöttek, valamint új fajok is. Most az egyik legkülönlegesebb rókával, a sivatagival is megismerkedhetnek a látogatók. A kistestű állatok a kutyafélék családjába tartoznak, és igen mókás a kinézetük. Ha valaki rájuk néz, akkor azonnal a mesebeli koboldok jutnak róluk az eszükbe. Nem véletlenül, hiszen ők a sivatag élethez alkalmazkodva hatalmas agylapátfüleket növesztettek, ami nem csak az éjszakai vadászatban segíti őket, hanem a hőleadásban is. Világos bundájuk a hőt visszaveri, emellett szőrös kis talpacskáik vannak, hiszen így megvéd őket ez a sivatag homokjával szemben. A különleges külsejű sivatagi rókapár egy kaktuszokkal tarkított kifutóban várja a látogatókat. Alapvetően nagyon apró termetű jószágokról van szó, hiszen maximum 1-1,5 kilogrammos testtömegűek, és a többi rókától ellentétben mindenevők, tehát amit találnak a sivatagban, elfogyasztanak, legyen az rovar, apró gerinctelenek vagy kisebb gerinces állatok, de gyökerekkel is táplálkoznak. Exupé kis hercegének is valószínűleg ilyen rókája volt. Az írót akkor ihlette meg a kis róka, amikor 1935 végén egyik társával kényszerleszállást hajtott végre Egyiptomban, a Szaharában, ahol több ízben látott apró termetű sivatagi rókákat. A regényben a kis herceg panaszkodik is a pilótának, hogy a rajzain túl hosszúak a róka fülei, ezért sokan úgy vélik, nem az európai vörös, hanem a sivatagi nagyfülű lehet a kis herceg rókája.